Úgy érzem, hogy az első versenyben 100 méteren ugyancsak egy százados, de egyéni csúcsot futottam, ami egy 4 éves egyéni csúcsot, de nagyon örültem neki, hogy kicsit a gyorsaságban előre tudtam lépni, és úgy érzem, hogy abban még van, még lesz idén. Utána futottam egy gátat Savonába közel egy hete. Az nem volt annyira gyors verseny, mint amire amit mondjuk tavaly futottam egy első versenyre, viszont úgy érzem, hogy a gyorsaságom és az erőm megvan, viszont tényleg ez a kis frissesség, ez a kis technikailag ilyen kis, tényleg frissességnek tudom csak mondani, az hiányzik, ami kell egy technikaibb versenyszámhoz, de úgy érzem, hogy most kicsit pihentem, és hogy a következő pár versenyen már ez is ott lesz, és jöhetnek a gyorsabb idő eredmények. Kedden Ostrovába, utána meg pénteken Bydgoszba fogok futni. Most úgy néz ki a versenynaptáram, hogy utána az OB előtt még Turkuba fogok 14-én rajtozálni, és ennyi terveztünk így előre, majd tényleg, ahogy megyünk bele a szezonban, látom, hogy van-e egyáltalán szükség még több versenyre, vagy ennyi elég lesz, úgyhogy szépen lassan azért beindul a szezon. Jól érzem magamat, még azért kicsit fáradt vagyok, még benne vagyunk a munkába, hiszen azt számolgattam, hogy az EB az még 3 hónap múlva lesz, úgyhogy az nagyon sok idő, és tényleg meg kell találni az egyensúlyt a versenyzések és az edzések között, ami szerintem a legnehezebb, hiszen azért egy sportoló szerintem elég könnyű el tudja kapni a hív, hogy versenyezzen, viszont azért még ebben az időszakban az edzésekre is nagyon nagy szükség van, úgyhogy ez a cél, hogy tényleg megtaláljuk a tökéletes egyensúlyt, és majd a leggyorsabb pedig augusztus végén legyek. Mert hogy az Egyesült Államok beli szabadtéri világbajnokságon nem is leszel, azt korábban is nyilatkoztat, hogy lehet, hogy feladjátok. Egyáltalán nem zárom ki, nem leszek ott, de az EB-t tűztük ki főversenynek. Ugye közel 1 hónap van a két verseny között, szerintem beleillik a versenynaptáramba teljes mértékben. Én szeretném megcsinálni, viszont majd tényleg az aktuális formám dönt, hogy megérje kiutazni, vagy inkább itthon maradunk. Hogy érzed, Kozák Luca ebben az évben miben kell és miben tud a legtöbbet fejlődni? Szerintem nagyon sok mindenben előreléptem, mert ez Felett Pán is megmutatkozott, hogy sikerült megdöntenem az általam tartott országos csúcsot 5 századdal. Én úgy érzem, hogy a gyorsaságban és az erőben idén is előreléptünk. Technikailag én rendben voltam így az elmúlt években, viszont szeretnék olyan versenyeket csinálni, hogy minden ott legyen a toppon, és tényleg a gyorsaság, az erő és a technika is ott legyen, és akkor nagyon jó időeredményekre lehetek képes. A Gyulai Memorial az hogyan illeszkedik itt az EBVB vagy VBEB ebben a sorrendben közötti időszakban? Augusztus 8-án lesz Székesfehérvár ott, és remek emlékeid lehetnek onnan. A Gyulai Memorial nekem tökéletesen beleilleszkedik, hiszen kb. 10 nappal az EB futásom előtt lesz, úgyhogy az lesz az utolsó versenyem az Európa-bajnokság előtt, úgyhogy szerintem az teljesen beleillik a felkészülésbe, és nagyon jó, hogy ott van, és ott van egy fix versenyem még az EB előtt, hogy tényleg egy ilyen főpróba. A helyszínek közül van olyan, ami kedvenc, most akár a Fehérvárra gondoltam, mert 19-ben is ugye ott nagyon jó eredményt értél el, illetve hát akár ez a turkui júniusi, úgy emlékszem, hogy onnan is vannak kiváló emlékeid. Igen, Turku az egy olyan verseny volt, amire egyből én írtam a menedzseremnek, hogy szeretnék menni, hiszen az elmúlt 2 évben ott voltam ott, és nagyon jó emlékek vannak, tavaly sikerült megnyernem, 2 éve pedig egy ilyen csúcsot futottam, úgyhogy onnan nagyon jó emlékeim vannak ilyen versenyek, viszont most megyek Osztravába, itt soha nem voltam, és azért Osztrava nekem egy ilyen, ez a Golden Spike nevezetű verseny, egy ilyen nagy bakkancsistás verseny volt, és most végre van női gát, az elmúlt 5 évben nem volt rövid gát, úgyhogy ezt meg azért várom, mert egy új helyszín, és egy nagyon jó versenynek ígérkezik az is. Erős mezőny lesz ezek szerint? Nézted már a rajtlistát? Rajtlistát még nem láttam, egy-egy nevet így Instagramon, meg a különböző felületeken láttam, például az olimpiai bajnok Jasmine Camacho Quinn ott lesz, úgyhogy mindenféleképpen erős mezőnyre számíthatok. Zárásul azért az megkerülhetetlen, hogy mi az az időeredmény, amit kitűztél, akár mondjuk az Európa-bajnokságra, ott augusztusban, Németországban. Igazából úgy mentem el az egész szezonba, hogy én eddig mindig szépen megterveztem, hogy mikor mennyit szeretnék futni, hogy legyenek az örömök, és soha nem jött be semmi. Úgyhogy én idén én nem terveztem el semmi ilyet, hogy időeredmény, vagy bármi, szeretném élvezni a versenyzést, és tudom, hogy képes vagyok jó időeredményre. Annak nagyon örülnék, hogyha a 71-es országos csúcs idén megdőlne, de annak még jobban örülnék, ha nagyon sok futásom lenne 70 és 80 között, és egy tényleg egy stabil erős formát tudnék mutatni.